Mostanában gyakran találkozom gombákkal. Először csak itt ott láttam felbukkanni őket, amikor a bokrok közül leselkedtek rám. Nem féltem tőlük, tudtam, hogy nem akarnak bántani. Bokrok közül leselkedtek rám. Aztán egy nap rengeteg érkezett belőlük a városba. Pontosan nem tudom, mikor korán reggel lehetett. Azt hiszem, én még aludtam. Délután találkoztam velük először, amikor pszilocibe márkájuk elég páromon a piacra igyekeztem. Különleges piacunk volt. Ultramodern. Műanyag nénik árultak mesterséges dolgokat. Itt mindent lehetett kapni. Programozható paradicsomot, időzíthető krumplit, újra tölthető uborkát, zenélő dinnyét, óragép lehetőséggel. Rengeteg különféle dolgot árultak, amiről nem lehetett tudni, hogy mire való, amíg az ember meg nem vásárolta. Haszontalan dolgok, amelyek vásárlás után új tulajdonosok számára hasznossá váltak. Ott láttam meg a gombákat, amint számomra ismeretlen fűszereket vásároltak egy idős kínai bácsitól. Sokan voltak mindenféle színű kalapban, a kalap színétől elütő nyakkendőben. A piacról a folyó felé indultak. Nem tudtam ellenállni a kíváncsiságomnak, így utánuk mentem. Láttam, hogy nem vagyok egyedül, többen követték őket halkan beszélgetve. A folyó felé indultak. Forró délután volt, kabócák kiabálásától zengett a környék. A folyópart homokos fövenyén megálltak, és egy koncentrikus körben egy táborhelyet kezdtek kialakítani egy középpont körül. Leültem a homokra, és lábamat a vízbe lógatva arra gondoltam, hogy nem érek rá, hiszen rengeteg dolgom van. Ez azonban egyre kevésbé érdekelt. Elálmosodtam a délutáni melegben, elterültem a forró homokon, és egy perc múlva elaludtam. Álmomban hód voltam. Igazán jó dolog hódnak lenni. Fákat döntögettem, várakat építettem, halat ettem. Arra ébredtem fel, hogy a hód nem eszik halat, és a nap is lenyugvóban van. A gombák raktak egy nagy tüzet, és főzni kezdtek. Egy barna kalapos szórta bele a fűszereket egy bográcsba. Úgy próbáltam tartani a fejemet, hogy elérjen a gőze. Kellemes illata volt, és örültem neki, hogy finomat főznek. Azt is megmosolyogtam, hogy a tűzből kipattanó szikrák csilingelve szétszaladtak a vizen. Egy kis fehér gomba leült mellém, én pedig megkérdeztem tőle, hogy mi fog történni. Azt válaszolta, hogy utazni fogunk, és hogy már történik. Arra gondoltam, hogy ha utazni fogunk, akkor nem ártan összecsomagolni, de mire a gondolat végére értem, elfelejtettem az elejét. Kértem inni. Kaptam. Azt hiszem, tea volt. Színes virágok úszkáltak benne, amelyek néha csoportokba rendeződtek, majd szétváltak, és újabb formákat alakítottak ki. Arra gondoltam, hogy nem lenne rossz úszkálni a teában, a virág szirmokba kapaszkodva. Besötétedett. Körülöttem más emberek is teáztak, és örömmel állapítottam meg, hogy a barátaim is itt vannak. Mosolyogtak, beszélgettek. Amikor elkészült a vacsora, mindenki kapott belőle. Fatárakban szolgáltak fel, ami egy félbevágott kókuszdióhoz hasonlított. A leveshez digitális paradicsomokat kaptunk, amelyek félbevágva zenélni kezdtek. Kicsit félve kóstoltam meg a levest, ám félelmem hamar eloszlott. Kellemes húslevesre emlékeztető íze volt. Bár a vége felé megváltozott az íze, édes lett és pudingra hasonlított. De az is lehet, hogy akkor már mást tettem. Jó meleg volt, melegített a tűz és a zöld háromszögek is. Arra gondoltam, hogy kéne csinálni valami édességet, csak előbb ki kéne hajtani a pillangókat a hasamból.
A harmadik mély levegővételre kirepültek a számon. Ha jól láttam, öten voltak, lilán és sárgán világítottak. Gyorsan mozogtak és elrepültek a folyó felé. Ahogy körbenéztem, láttam, hogy minden és mindenki akkor vesz levegőt, amikor én. A folyó pedig a szívem ütemére hullámzott. A levegőben úszkáló zöld háromszögek mellett más színes geometriai alakzatok is megjelentek, amelyekből időnként természeti formák alakultak. Késő este volt már, felkelt a hold, és ahogy felkelt, rögtön le is ült közénk. Örültem neki, én bírom a holdat. Szerintem tök jó fej. Pár gomba összeállt, és a tűz mellé telepedve zenélni kezdtek. Ketten doboltak, egy pedig didgeridón játszott. Didgeridón játszott. Amitől egy kicsit a testemet is zenének éreztem. Didgeridón játszott. Ketten doboltak. Didgeridón. A hold közben visszatért az égre. Közelebb mentem a barátaimhoz, de nem mindet ismertem meg, mert többségüknek egy képernyő volt az arcáján. Mindegyik fényképeket vetített más-más stílusban. Akiknek még megvolt az arcuk, azokkal palacsintát akartam sütni. Felvilágosítottak, hogy már sütöttünk, és jól is laktunk vele. Azt hiszem igazuk volt, mert én sem voltam már éhes. Később páran sétálni mentünk. Csak a képernyősök maradtak, akik szótlanul ücsörögtek és tovább vetítették érdekes fényképeiket. Egy darabig a parton sétáltunk, majd belementünk a vízbe, ahol úszkáltunk egy kicsit. Amikor elfáradtunk, elfeküdtünk a víz tetején, és azt próbálgattuk, vajon képesek vagyunk-e a levegőbe emelkedni. Ez mindenkinek sikerült. Annyik barátom el akart repülni a holdra, de lebeszéltük róla. A parton halványan foszforeszkáló pár haverhőket kerülgetve visszamentünk a tűzhöz, ahol a többiek már aludtak. A képernyősök sem vetítettek már semmit. Elsötétölt képernyő arcukat az ölükbe hajtva pihentek. Leültünk és akartunk még csinálni valamit, de hogy mit, az már nem derült ki soha. 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 Amikor felébredtem, a nap már magasan járt. Körülnéztem, és láttam, hogy a többiek is ébredeznek. A gombák sehol. Megpróbáltam felidézni, hogy amikor az éjjel visszaértünk a sétáról, vajon itt voltak-e még. Megkérdeztem a parton heverésző teát szürcsölgető barátaimat, hogy hogy vannak, és hogy hová tűntek kedves gomba barátaink. Köszönték szépen, jól érezték magukat. Azt mondták, hogy ők ugyan gombákat nem láttak, de mit szóltam a vizetündérekhez és a beszélő fákhoz. Ezen elgondolkodtam. Na de se baj, mostanában akkor is gyakran találkozom gombákkal.